Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindjárt meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Köröztölő Szent János születésének az ünnepén nagyon szép szentírási részeket hallottunk. Például az Ószövetségből ezt az ígéretet, hogy a nemzetek világosságává töszlek téged, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ezt az ígéretet most konkrétan Köröztölő Szent Jánosra is alkalmazzuk, de igaz ez az egész zsidó népre. A zsidó nép küldetése, hogy minden népnek hirdesse a törvény el nem múló világosságát. János a messiás előfutára, de nem csak konkrétan ő maga, hanem az egész nép vele együtt a messiás előfutára. János az ószövetségi törvény világának és a proféciáknak az utolsó nagy alakja. Isten sokféle módon szólt a népéhez, most pedig János által bejelenti, hogy itt van Isten fia. Isten a saját fia által fog közénk jönni. János az alázat szentje, talán a legtöbbször idézett gondolat azok közül, amiket ő mondott, úgy hangzik, hogy Jézusnak növekednie kell, nekem pedig egyre kisebbé válnom, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. János az alázat szentje, nagyon szép ez a tulajdonsága. Hatalmas, világító, ragyogó karizmát kapott, kiválasztotta őt az Úr. Kiválasztottsággal kapcsolatban eszembe jut egy nagyon egyszerű kis szép igazság, amit még a Szent András evangelizációs iskolában tanultam, és ott szokták hangsúlyozni, amiatt, hogy az egyszerű hívő emberekből Isten evangelizátorokat akar képezni, és így hangzik ez a bátorítás, ami Jánosra is, a zsidó népre és mindannyiunkra mindig igaz, hogy Isten nem az alkalmasokat választja, hanem akiket kiválaszt, azokat teszi alkalmassá. Ezért senki nem mondhatja azt magáról, hogy ó, Uram, én nem vagyok alkalmas, engem ne küldjél semmilyen különleges dologra. Isten tudja, hogy nem vagy rá alkalmas.
Pont azt fogja neked mondani, hogy tudom, hogy nem vagy alkalmas, én majd alkalmassá teszlek. Jánosra is igaz az, amit hallottunk a Szentleckéből, amit Dávid királyról mond Pál apostol, idézve újra az Ószövetséget, azt mondja az Úr, hogy Dávid a szívem szerint való férfiú. Nagyon szép ez a kifejezés, hogy szívem szerint való férfiú. János minden bizonnyal beleborzongott abba, hogy az évezredes várakozás éppen az ő életében konkrétan valóra válik. Most tényleg itt van a Messiás, a magtestesült Isten. Egy kis pici kitérőt hadd tegyek így zárójelben, hogy átérezzük valamennyire egy távoli hasonlattal János borzongását, hogy itt áll előtte konkrétan a magtestesült Isten, most már tényleg igaz, most már magvalósul. Ezzel kapcsolatban, ezzel a kis borzongó érzéssel kapcsolatban egy kis hasonlatot szeretnék mondani. Ugye most ebben az időszakban zajlik az oroszországi foci VB, szerintem nagyon sokan találkozunk nap mint nap a hírekben ezzel, még ha valaki nem is szereti a focit, de állandóan hallja ezeket a híreket. Hát nekünk a magyar válogatottnak mostanában nem sok babér terem ezen a téren, ebben a sportágban. De azért mégis valahol ott van bennünk egy ilyen várakozás, hogy majd egyszer jön egy új Puskásöcsi, valamelyik Grundról, valamelyik foci akadémiáról, manapság már, és majd ő győzelemre vezeti a magyar válogatottat. Újra lesz VB arany. Hát ez olyan messze van most jelenleg, mint Makó Jeruzsálemtől, ugye valóságban, de azért az emberekben ott van ez a messiás váró tudat, azokban, akik nagy foci rajongók. Na most képzeljük el azt, hogy tényleg konkrétan megtörténne, esetleg itt a mi kis falunkból egy kiskolok elkezdve egyre nagyobb eredmények. És tényleg a vállán vinni a magyar válogatottat aranyére, még úgy, mint 30-40 évvel ezelőtt Maradona a kis argentin válogatottat. Beleborzonganánk, hogy igen, konkrétan most megtörtént, itt közülünk nőtt ki valaki, aki a várakozást beteljesítette. Hát ennyi ez a kis hasonlat. Lehet, hogy egyszer így lesz, tényleg megtörténik, de ha ez nem is történik meg a magyar fociban, vagy nem a mi életünkben, az biztos, hogy köröztelő Szent János életében megtörtént az, hogy egyszer csak ott látta maga előtt egy emberben az élő Istent. Már nem csak úgy, mint Mózes a csipkebokorban, nem csak úgy, mint Izajás, hogy lát egy mennyei látomást, vagy Ezékiel, vagy Elizeus, vagy a többi proféta, hanem itt van előtte, jelen van az élő Isten, a proféciák beteljesedtek, az üdvösség elkezdődött a földön. János szülei átélték azt, hogy milyen irgalmas volt hozzájuk az Úr, így kezdődik a mai evangéliumi részlet, milyen irgalmas volt hozzájuk az Úr. Idős koruk ellenére gyermekük született, a kis János. Valami egészen váratlan csoda történik János szüleivel is, később, amikor János fölnő ővele is, az egész zsidó néppel. Sok-sok imádság maghallgatásra talál. Mert Isten maghallgató, személyesen szerető, ígéreteket tényleg itt és most beteljesítő Isten. Drága mennyei atyám, kérlek téged, hogy a mi életünkben is teljesítsd be azokat az ígéreteket, amiket nekünk adsz, azokat, amiket el tudunk hinni az evangélium alapján. Dicsőítünk és áldunk téged, Atyám, dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, Szentlélek. Köszönjük, hogy üdvösségünk van, örök életünk van. Köszönjük, Urunk, hogy már most a földi életünkben tapasztalhatjuk a Te áldásaidat, csodáidat. És hisszük, Urunk, hogy mindez be fog teljesedni a mennyországban.
És köszönjük, Urunk, hogy a mennyország előízét is tapasztalhatjuk időnként itt a földi életünkön, amikor mi is beleborzonghatunk, Atyánk, abba, hogy meghallgatsz minket, hogy csodákat teszel. Áldott légy Jézus irgalmadért. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.